Síelők nagy családja fogadta a Sátoraljóújhelyi magashegyen a 85 esztendős Homonnai Nándort. Az egykori tanítványok már a gyerekeikkel, unokáikkal köszöntötték az ünnepeltet, aki előtt titokban tartották a nagy találkozást. Nagy meglepetés ért, én nem számítottam erre, mikor megtudtam, hogy jönni kell, kérlek szépen, szívesen jöttem, hiszen itt nőttem föl. És mikor megláttam a tömeget, kérlek szépen, akkor elérzékenyültem, és tudtam, hogy köszönteni fognak, ha ezek jöttek, mert ezek mind síelők. Ezek mind síelők, és ezek itt a kezem alatt tanultak. Most az az emlék, ami ezekkel történt, az nekem minden egyes gyereke külön. Ez a sírt, az nem volt cipője, annak nem volt sírbottya, de mindegyiknek valamit adtak. Az anyám pedagógus volt, és ő mondta, hogy a gyereket mindenféleképpen segítsd, akár cipővel, akár bottal, kesztyűvel, mert akkor a gyerek ragaszkodik. Így is volt. És így nőttek fel itt a kezem alatt ezek a síosztályosok. A két síosztály, a B meg a C, 30-30 gyerek, az mind-mind üzeni, hogy megtanította a saját gyerekét már. És ez gyümölcsözött, akkor én a világ legboldogabb emberem. Nagyon sok pedagógiai programról hallunk most az oktatás átalakulásáról, de volt egy nagyon jól működő pedagógiai programja Nándi bácsinak, az a bizonyos keksz és a teja. Igen. Amikor a gyerek a pályát építette, akkor mindig kellett valami, amiért ez. Eleinte kekszet hoztam. Utána az végérvényesen megmaradt a teja meg a keksz. De a zsebbe volt egy doboz sportszelep. Egyet nem kapott, de négy gyerek kapott egyet. Ketté vágtam, és az nagyon örült neki. Ahogy örült az a gyerek, aki a versenyen nem ért el eredmény, de kapott tőlem oklevelet, hogy részt vettem a versenyen. Nem volt ráírva, hogy hanyadikre, csak részt vettem. És azt megőrizte. Most ez egy ilyen pedagógiai játék volt, jobban mondva pedagógiai ügyesség, hogy a gyerek ragaszkodjon hozzá. Így volt. Ezekkel a gyerekekkel építem. Soha, amire büszke vagyok, egy szülő nem panaszkodott, hogy miért tetszik követ hordatni, gajat hordatni, kapálni, gerebjészetni. Mindenki küldte a gyereket. Egy vasárnap 60-70 gyerek volt itt vele. Biztos, hogy a télen megtanult síelni. Kapott sífelszerelés, botot, cipőt, minden. És ez gyümölcsözött. Most visszaköszön, mert mondják, hogy Ausztriába járnak, Tátrába járnak. Hát igen, ha megtanulta, akkor a saját gyerekét is meg fogja tudni tanulni. Az ünnepség egyik szervezője Szappanos István és Nándi bácsi kezei közt nevelkedett, s ő maga is továbbadta a síelés szeretetét a gyerekeinek, tanítványainak. Elmondhatom, hogy egész kisiskolás voltam, első osztályos, amikor testnevelés órán megismertem, és onnantól kezdve magával ragadott, és folyamatosan végigkísérte egész pályafutásomat az ő indítatása. És egy hihetetlen egyéniség, egy hihetetlen tanár, apánk helyett apánk, tehát
a legmaximuszomakba tudok róla szólni. Minden olyan dolga tette, amit itt Újhelyben megcsinált, megtett, megépített, az mind a gyerekekért történt, és nem volt olyan pillanat, amikor ne a gyerek lett volna a fontos középpont. Tényleg minden 100 évben egy ilyen ember születik. A Takács testvéreknek is egy életre szóló élményt jelentettek a Nándi bácsival eltöltött évek, melyről Takács Zoltán így emlékezett vissza. Megindító nagyon ez a megemlékezés Nándi bácsival kapcsolatosan, hiszen az én gyermekkorom időszaka is úgymond megindítja bennem az érzéseket és azokat, hogy hogyan kötődtem én Nándi bácsihoz. Akkor édesapám itt kapott állást a vérellátó központban, mint főorvos. Akkor a két gyermek, az bátyám és én dobáltuk őket állandóan hógolyóval, amikor ők mentek a hegyre, és egyszer bejött Nándi bácsi, és megkérdezte, te Doki, ki ez a két gyerek? És mondja, az enyémek, azt mondja, na küldje csak hozzám őket, azt mondja, majd meglátod, hogy meg fognak ezek javulni. Így kötöttük össze az életünket Nándi bácsival, mai napig is összeköt minket a sors. Versenyeztem az ő szakosztályában, versenybíróskodtam, pályát építettünk, majd későbbiek folyamán magam is foglalkoztam gyermekekkel, szinte egy tized éven át foglalkoztam síszakosztály vezetésével, majd ezt követően itt magában az MPN Kalkparkban vezetőként is tevékenykedhettem, és most pedig itt lehetek a 85. születésnapján, és ezeket a szép emlékeket, amiket vele kötődsz az élet, azt most itt közösen ilyen meghitt körben töltjük el. Én nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, és még nagyon sok évet szeretnék vele együtt tölteni. Csiszár Antal és felesége Nyírmadáról érkezett a köszöntésre. A testnevelő házaspár és Homonai Nándor találkozásából egy életre szóló barátság köttetett, melynek eredményeként nyírmadai gyerekek százai ismerkedtek meg a síeléssel. Egy véletlen folyamán az egyik kollégám említette, hogy van az ország északkeleti részén Sátrajóhelyen egy nagyon lelkes testnevelő, akivel vett fel a kapcsolatot, ha más szeretné, mint ami a tantervanyagban benne van. Hát, hogy az Alföldön élő gyerek mit csinál, fut, még hegyet mászni se tudunk, tehát hegyet akartunk mászni, el kell jönni legalább a Tokajig. De most Tokajtól már nem messze volt Sátrajóhely, és 87-ben sikerült először Nándi bácsival találkoznom, és az első találkozás alkalmával a beszédstílusa, a gyerekek vették körbe akkor is a iskola folyosóján, és a gyerekekhez való viszonya nekem azonnal a szívembe zárta az ő személyiségét, az ő alakját, és tulajdonképpen ez volt az első alkalom, miután azt mondtam, hogy nekem együtt kell dolgoznom ezzel az emberrel, muszáj együtt dolgoznom. Nándi bácsi örömmel tekint a 21. századot igéző Zemplén kalandparkra, mely páratlan lehetőséget biztosít a sportolásra. Az egykori tanítványai sikerei véleménye szerint a szerényebb körülmények között a fizikai állóképességben rejlettek. Attól függ, hogy a testnevelő tanár, a szülő mennyire pártolja a gyereket, felhozza, nem hozza. Nem szabad volt nekem autóval hozni a gyereket. Görög templomnál, Esza Tamás iskola, gyalog. Mert az állóképesség a gyaloglásban van. És azért nyertek ezek a gyerekeim magyar bajnokságot, mert a gyalog felhozott síléc a vállon, és a láberő az annyira volt, hogy mikor leértek Kékestetőn a célba, még mentek volna tovább. Mert gyalog jártunk, nem autóval. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor én folytattam az oktatást, és felhoztak ide autóval, 5 gyereket kidobtak. Mondom, kedves szülő, ne tessék autóval hozni. Görög templomnál találkozunk, jöjjön. Következőben már nem jött. Mert gyalog kellett jönni. Csak nem tetszik képzelni, hogy gyalog. Nem foglalkoztam vele. Nem esett rosszul, jött a másik gyerek. Nándi bácsi elmondta. Sohasem lottóztam, ám volt egy 5-ös nyereményem az életben, és ez a feleségem. 46 éves házasok leszünk éppen napokban, számoltam ki, ugye lassan lehet mondani, hogy 5 évtized. Itt mondja, mellette derűs volt az élet. Tehát neki olyan természete van, hogy tehát úgy vette az akadályokat, hogy én rám is rám ragadt ez, hogy könnyebben kell, nem kell magunkat ugye, hát mindenért felidegesíteni.
Tehát nagyon jó a természete, könnyű vele élni. Tehát én velem bizonyára sokkal nehezebb, mint nekem vele, de azt gondolom, így együtt kiegészítettük egymást. Nagy szeretetben vagyunk mai napig. Igazán azt gondolom, hogy lottó ötös mindkettőnknek. A születésnapi óriás torta felvágása után természetesen felhangzott a legendás síelőinduló. Te is veszel nagy menő, hisz jól tudod magad. Nagy rákéket fogsz használni, ha állíkba vagy. Hoznak a deszkát, sok beton kaját. Csak felőség síelőnek a rét angyalát. Egykoron az örökrangadók kategóriájába tartozott egy Sátorajóhely Sárospatak bajnoki találkozó. Napjainkra sokat változott a világ és a labdarúgás, így inkább az átlagnál nagyobb érdeklődés jellemezte a mérkőzést, melyen a táblázat alapján a hazaiak a 3 pont reményében, míg a vendég sárospatakiak a meglepetésben bízva léptek pályára. Az első félidő az STC reményei szerint alakult, ám a második félidő hajrájában a hazai STK bedarálta a szomszédvár csapatát, s a tavaszi fordulókban 100%-os teljesítménnyel felzárkózott a tabella középmezőnyéhez. Az első félidőben teljesen érthetetlenül nagyon álmosan játszottunk, nagyon álmosan kezdtünk. Hatalmas egyéni hiba előzte meg a kapott gólunkat ott a 3. percben, az befolyásolta a félidőt, lehet, hogy hamarabb kellett volna váltanom még ott abba a pozícióba, de megvártam a szünetet és jött a szünetbe, ami kívülről látszott, de szerintem az ellenfél annyira nem tudta lereagálni, játékrendszert váltottunk, és úgy érzem, hogy megvolt az eredménye, mert szinte felborult a pálya. Mit mondtál a fiúknak a szünetben? Hogy elhittük, hogy ez a mérkőzés meg van nyerve. Én előtte is azt mondtam, hogy attól, hogy a Pataknak 2 pontja van, nincs győzelme és 7 gólt rúgott, az nem azt jelenti, hogy ez egy sétagalop lesz. Mindig ezek a mérkőzések a legnehezebbek, főleg úgy, hogy 3 hiányzónk van fegyelmezetlenségek, illetve sérülés miatt a védelemből. Ez nagyon befolyásolta a csapatösszeállítást, illetve a mérkőzés összképét is. A Patak játéka mennyire lepett meg titeket, vagy csak önmagatokban kellett a hibát keresni? Csak is magunkba kellett a hibát keresni, erre számítottunk, hogy ezt fogják játszani. Első fél időben első szándékra ívelgettük fel a labdákat, nem kerestük a kombinatív játék lehetőségét. Nem igazán mozogtunk középpályán megfelelően is a védelemből. A felpasszok, a mélységi passzok, amiknek ülni kellett volna, szinte mind rossz volt. Tehát igazából nem tudtunk egy folyamatos játékot kialakítani. Most már a 3. mérkőzésen daráltátok be, úgymond az ellenfelet. Ez mit jelez a csapatnál, hogy látod így a csapat teljesítményét? 3 mérkőzés, 9 pont. Örülök, hogy kívül is így játszik, nagyon jól mutat, hogy bedaráljuk az ellenfelet, ugyanis én úgy érzem, hogy eddig minden ellenfelünket erőbe, dinamikába felülmúltuk. Ez nagyon sokat számít. Szerkezetbe fegyelmezetten játszunk, de nagyon sok egyéni hiba volt, amit ki is hangsúlyoztam ott a fél időben, amit te is kérdeztél. Ezeket kellett korrigálnunk a második fél időben, illetve még amit mondtam, játékrendszert kellett váltanunk. Ott bejött a második ékünk, és nagyon nyomást tudtunk rájuk gyakorolni, és hál' Istennek kevesebb hibával oldottuk meg azokat a szituációkat, amiket le kellett hozni. Nekem úgy tűnt, hogy ilyen presztízs mérkőzés hangulata inkább itt a nézők között, az idősebb nézők között volt a játékosokban, mint hogyha egy mérkőzés lett volna sok közül. Talán ez érthető is, hiszen nem nagyon találkozott az utóbbi időben az ősztől eltekintve a Sárospatak és a Sátorajóhely. Igen, nagyon jól mondtad. A nézők között lehet, hogy presztízs hangulata volt. Én mérkőzés előtt pont erre hívtam fel a figyelmet, hogy abszolút ez is egy mérkőzés lesz. Apad, aki vezetőkkel teljesen korrekt és jó a kapcsolatunk, tehát semmiféleképpen ebből presztízs nem lehetett csinálni. Ez egy volt a sok mérkőzés közül, amit le kellett hoznunk, és hál' Istennek a játékosok a második fél időben fejbe is felfogták azt, hogy miről beszélünk, és meg is tudták valósítani. A sárospatakiak talán a tavaszi legjobb teljesítményüket produkálták, és közel álltak a pontszerzéshez. Én úgy gondolom, hogy az első félidő az tisztán a sárospataké volt, sajnos a 2 kényszerű csere miatt meg kellett bontanunk a támadósorunkat, és így előrefelé nem voltunk elég veszélyesek. Ezt az Újhelyek sajnos ki is használta, és 2 egyéni hibából ugye kaptuk a 2 gólt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó színvonalú mérkőzés volt, ebben igazad van, Pista, hogy talán a tavasz egyik legjobb játékát nyújtottuk, sajnos kikaptunk 2-1-re, így a továbbjutás, vagyis a bennmaradás elég veszélyesé vált nekünk. Hogyan készítettétek fel a csapatot, hiszen nem nincs könnyű helyzetben, és hát egy hazai Sátorajóhely ellen talán nem tűnt könnyűnek a mérkőzés?
Így van, ez nekünk mindig rangadó. Tehát a két város játéka, akár Patakon, akár itt Újhelyben, mindig óriási ellenállal küzd a két csapat. Ez látszott ugye a pályán is, sajnos nem mi nyertünk, és ezt őszintén mondom, nagyon sajnálom is. A játékosok között volt presztízs hangulata, nekem inkább úgy tűnt, hogy ez egy mérkőzés volt, inkább az idősebb nézők között volt ilyen Sárospatak sátorai Újhely összecsapás presztízse. Megmondom őszintén, hogy a két csapat szinte 30%-a játékosnak játszott itt is, ott is, tehát egymás közt volt egy kis rivalizálás. A nézők között, hogy mit látszott, azt nem tudom, de szerintem volt szóváltás itt a lelátón is. Mit éreztél, amikor kiegyenlített Újhely? Lehet megtartani a pontot, vagy látszott, hogy bedarálja a csapatot a rutintalanság miatt a sátorai Újhely? Akkor derült ki, mikor megkaptuk az első gólt, hogy sajnos nem jól cseréltünk, nem jó személyeket cseréltünk, és így az Újhely fölé tudott kerekedni. Sajnos akkor már tudtuk, hogy rosszat léptünk, de nem tudtunk rajta változtatni már. Az első fél idei, de hát a második fél időben is voltak helyzetek, ez talán reményt adhat a jövőt illetően, ám a helyezés és a lemaradás talán reménytelenséget tükröz a csapatnak. Hogy lehet ilyen hangulatban tovább játszani? Én optimista vagyok, mindig is optimista voltam. Én úgy gondolom, hogy még mindig bent lehet maradni, akár így, akár a zöld asztal mellett. Én bízom a csapatban most is, hiába kaptunk ki 1-0-ról. Én bízom a nézőkben is, és bízom abban, hogy bent tudunk maradni a megyei első osztályba. Én a játékosok felé csak ezt tudom mutatni, hogy a pozitívat. Úgyhogy remélem, hogy a jövő heti Sajóbában jeleni hazai mérkőzésünkön is ugyanilyen jó játékkal, és talán még pontokat is tudunk szerezni. Még ki sem heverték a sátorai Újhelyi karatésok a Zemplén Kupa szervezési és versenyfáradalmait. Kölcsönkenyér visszajár alapon Horvátországban viszonozták a sportbarátok zempléni látogatását. Március 7-én vettünk részt a 12. Dominika Kupán, ahol 8 ország 243 versenyzője indult el. Az Újhelyi csapatból 6 fő versenyző vett részt ezen a megmérettetésen, és a 6 főből 5-en dobogóra álltak, 4-en első helyezést értek el, és egy bronzérmet is szereztünk. Első lett Fábrik István, Trikó Norbert, Melmovszki Dóra és Kalocsai László, harmadik helyezést pedig Sosko András ért el. Milyen nemzetiségű sportolók voltak még ott, milyen erősségű volt ez a verseny, hogyha a Zemplén Kupát nézzük, mondjuk ahhoz hasonlítjuk? Hasonló színvonalú volt, talán a Zemplén Kupa kicsit erősebb mezőnyt hozott össze, de itt is a horvát csapat, illetve az osztrák csapat nagyon jó, erős és képzett versenyzőket vonultatott fel. Hogy lehet egyik versenyből a másikba esni a versenyzőknek, akik hát egy-egy ilyen kemény viadal után kell, hogy ismét küzdőtérre állhassanak? A célunk a nyári világkupa, illetve az őszi Európa-bajnokság. Tehát ezek a versenyek felkészítő versenyek, és úgy is kezeljük őket, tehát az itteni sikerek azok csak lépcsőfokok, és nem szállunk el magunktól, és megpróbálunk alázattal a hibáinkból tanulva fejlődni. Itt is nagyon sok jó dolgot sikerült megvalósítani, amit az edzéseken időről időre gyakorolunk, de voltak hibáink, és ebből azt hiszem, hogy tanulunk. Én is, mint edző, akár mint válogatott edző is, valamint a versenyzőink is. Szerepelt egyébként még a magyar csapat, hiszen te a magyar válogatott, illetve a Magyar Szövetség edzői bizottságát is vezeted. Gyakorlatilag a legeredményesebb csapat volt a magyar csapat, de úgy gondolom, hogy a válogatott pedig különösen jól szerepelt. Azonban ez nem a legerősebb mezőny volt. Jó gyakorlás, jó állomás, de az igazi megmérettetés majd a világkupa, illetve az Európa-bajnokság lesz ősszel. A katában induló Sosko Andrásnak egy bronzéremmel sikerült kiköszörülni a Zemplén Kupán elszenvedett csorbát. Az Újhelyi versenyen sajnálom, hogy nem sikerült elérnem eredményt, de attól függetlenül nagy örömmel szolgált, hogy
most Horvátországban. Igaz, nem a legfényesebb érmet, de egy bronzérmet el tudtam hozni. Mit kellett javítani az új helyi gyakorlaton? Rengeteg gyakorlás kellene még, de javítás a Sián által adott utasítások szerint történik, és megpróbálom végrehajtani az ő utasításait. És hát valamikor kijönnek ezek a javítások, valamikor meg nem. Hát az új helyi versenyen nem jött ki, hanem a Horvátországon pedig hát nem a legteljesebben, de azért nagyjából kijöttek az utasítások, amit ő adott. Hogyan zajlik ez a kata verseny? Itt párban vagytok, kieséses rendszerben, hogyan zajlik itt a küzdelem? Itt párban versenyeznek a versenyzők. Egy pár versenyzőt a pástra hívnak, és először az egyik versenyző bemutatja formagyakorlatát. Itt nem volt kötelező formagyakorlat, csak szabadon választotta azt a formagyakorlatot, mutatta be a versenyző, amelyeket akarta, és a technikai végrehajtás, pontosság és dinamika által pontozták a bírák. Milyen tapasztalatokat szereztél ebben a nemzetközi mezőnyben? Hát minden egyes versenyen szerzek tapasztalatokat, azért is indulok minél több versenyen, hogy minél nagyobb tapasztalatot szerezzek. Azt kell mondanom, hogy a külföldi versenyzők is nagyon jók, és egyre több gyakorlásra lesz szükség ahhoz, hogy eredményeket tudjak elérni. A feltörekvő nemzeték tagja Kalocsai László a küzdőág mellett a katában is próbára teszi tudását. Hát ez úgy történt, hogy egyszer az egyik edzésen a katákat gyakoroltuk, és Sihán azt mondta nekem, hogy hát, hogy ügyesen csinálom, és hogy nem ezt szeretnék elindulni kataversenyen. Hát én mondtam, hogy igen, el szeretnék indulni, és az új helyén el is indultam. Mi tetszik ebben a műfajban? Itt ugye nincs olyan értelemben küzdelem, hogy nem kell az ellenfelet bántani, téged se bántanak, de ugyanakkor nagy koncentrációt kíván. Hát nem tudom, hogy mi tetszik benne, azt tudom, hogy ezt is ugyanúgy élvezem, mint a küzdés. Mi a legnehezebb része ennek a katán? Hát a fókusz. Ezt magyarázd el, hogy ez mi ez a fókusz? Hát amikor mondjuk van egy technika, és van egy bizonyos vége, ott megállunk, és az erőt oda teszed, vagy úgy megállsz, hogy legyen formája, kinézete. Milyen ellenfelekkel kellett megvívni ezt a kata küzdelmet? Hát most Horvátországban két magyarral mentem, meg két külföldivel. Nem felejted el azért a karaténak a küzdőágát se. Itt a mikrofonon kívül beszéltünk, hogy azért az a kedvenced. Hát igen. Ugyanúgy abban is indultam, csak hát ott nem sikerült eredményt elérnem. Velmavszki Dóra a nemzetközi mezőnyben is súlycsoportja legjobbjának bizonyult. Hát nagyon színvonalasan rendezték meg ezt a versenyt. Két ellenfelem volt, mind a kettő román kislány volt. Súlyban nehezebbek voltak nálam, nem sokkal, 1-2 kilóval. Nagyon fejlett versenyzők voltak, mind a két lányom egy évvel ezelőtt az újhelyi versenyen versenyeztem, akkor is sikerült őket megvernem. Itt ugyanígy találkoztam velük Horvátországban, nagyon technikásan versenyeztek, az első meccsemet sikerült Vazarival nyernem, már megvolt a combja is, már bejelezte, hogy fájt a combja, azért kaptam egy pontot. A második meccsemet egy zöldöves lányjal mentem, akit sikerült iponnal megvernem. Nincs már benned semmi lámpaláz, amikor felmész a küzdőtérre, már ezt el lehet felejteni? Hát úgy volt, hogy szóltak nekem a meccs előtt egy ilyen 15-20 perccel, én akkor aludtam, hogy én jövök.
és akkor így felálltam, kérték, hogy nem izgulok, vagy nem szeretnék kicsit bemelegíteni, hát mondtam, nem árt egy kicsit bemelegíteni, és akkor úgy felálltam, és sikerült megnyertem, amit egyáltalán nem szoktam izgulni most már. Mennyire szeretsz így nemzetközi mezőnyben küzdeni, hiszen itt azért akadnak ismeretlen versenyzők is, itthon talán több az ismert ellenfél. Igen, itthon már ismerek szinte mindenkit, de itt a külföldi versenyeken megtanulok több versenyzővel versenyezni, és így többet tanulok tőlük, és hát így tudok gyakorolni a világversenyekre, az Európa-bajnokságokra, és így megismerem őket. Mindig foglalkoztat, hogy mi hajtja az embert, az egyik siker megvan, hogy kívánja a másikat, vagy hát ez a karaténak a varázsa. Igen, vannak nagyobb versenyek, azokon szeretnék bajnoki címeket szerezni, ez egy világbajnokság, Európa-bajnokság, akár egy olimpiai bajnokság is. Szeretnék azon majd részt venni 2020-ban, a karate bekerül az olimpiai sporták közé. Meg hát igaz, már tavaly is megnyertem a horvát bajnokságot, és szeretném, hogyha háromszoros horvát bajnok lennék meg. Boszniában is megnyertem, ott is szeretnék minél többszörös bajnok lenni, és így hogy évről évre veretlen bajnok lenni. Ez lenne a célom. Azt hiszem mindenkinek az eredménye dicséretes, de van-e olyan, akit különösen kiemelnél esetleg, akik olyan ellenfeleken jutottak túl? Igen, a Fábrik István és a Velmovszki Dóra az, akit küzdelemben kiemelnék, a forma gyakorlatokban pedig a Kalocsai László. A Fábrik István nagyon gyors győzelmeket aratott, gyakorlatilag egy ilyen 30 másodperces küzdelmei is voltak. Természetesen nem elszállom magunktól, nagyon örülünk neki, hogy ügyes küzdelmeket hajtott végre, de voltak úgy ezek, hogy hibák is, a koncentráció, a taktikai elemeknek a betartása azon még javítani kell. Mi lesz a következő megméretetés, mi lesz a következő állomás? A következő állomás nagy valószínűséggel az Asihara Eurázsia kupa lesz, majd pedig Romániában lesz egy világkupa, ahol szeretnénk kiutazni.